Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket, az én nevem Attila, és a Gál Urfi nevű YouTube csatornát nézitek. Sokan szóltatok, hogy ideje lenne valami pozitív hírrel is szolgálni, beszélni róla, hozzászólni, reagálni rá. Eljött az idő, egy csodálatos pozitív hírrel tudok szolgálni, nem mintha ez lenne az egyetlen a világon, de viszont ez személyesen érint engemet, mert egy barátomról van szó, aki újabb világrekordot ért el, világrekordokat. A magyarok nyilaitól reszket újra a világ. Lássuk, miről is van szó. És már folytatódik is adásunk. A világ legnagyobb IASZ világszervezete által rendezett Amerikában zajló világrekordlövő verseny harmadik, utolsó fordulójában Mónus József óriási rekordot állított fel. A korábbi 963,38 méteres lövést túlszárnyalva több mint 1000 méteres lövésével átlépte az államhatárt. 1000 méter, belegondolni is azért nehéz. Hát én ilyen 365 métereket szoktam lőni maxim, 300 méter fölött és 65 között. És számomra ez is egy ilyen álomhatárnak tűnik. Pár évvel ezelőtt, mit tudom én, 10-20 évvel ezelőtt szerintem nem álmodott senki arról, hogy 300 métereseket fogunk lőni, semmi erőfeszítés nélkül szinte. Jöjjenek velünk a kiváló sportember szűkebb értelemben vett szülőföldjére, a Hajdúságba. Íjjal többféleképpen lehet lőni, tárgyra, meghatározott távolságra, lehet gyalogosan vagy lovon, és lehet távolságok túlszárnyalása is a cél. Ez alapján különböztetünk meg harci céllövészetet és harci távlövészetet. Ez utóbbiban lett a hajdunálnási kötődésű Mónus József világrekorder. Méghozzá kézi íjjal az Egyesült Államok Utah államának sivatagában. A sportiászat fellegvárában voltam az Amerikai Egyesült Államokban, és itt két sivatagban, 10 nap alatt 2 sivatagban versenyeztem, és 2 világrekordot lőttem a zászlónk becsületére, illetve egy nem volt ugyan világrekord, de egy számomra egy nagyon jellem, vagy nagyon sarkő, 1000 méter fölé több mint 1 kilométert lőttem az éjjel a kezemben. 214 győzelem van, végigjártam világot Kínától, Mongóliáig, Törökországtól, Amerikáig, Kanadától, Ausztráliáig, hogy felhívjam a világ figyelmét a magyarságunkra, a büszkeségünkre. Átlőttem a Vereszkei ágút 600 méter fölött, átlőttem Kanadából, Amerikában, Niagara vízesés, de átlőttem Ausztráliában Sydney Operás fölött. József 2008 óta gyűjti az elismeréseket, amelyekre a 16 ezres mezőváros tisztviselői is büszkék. Nem véletlenül van hajdunálnás polgármesteri hivatalában kiállítva az összes medálja, kupája és elnyert plakettje. Nagyon büszke az egész magyarság rád, József. 2014-ig délkorában voltak a világ legnagyobb történelmi IASZ versenyei, most pedig Isztambulban, Törökországban vannak azok a harcok, ami azt gondolom a múlt harcét idézi. Ugye most itt Hajdunánáson vagyunk, ez Bocskainak volt egy harci városa, mi pedig, én mindig azt szoktam mondani, minden nemzet, az a nemzet szabad valójában, aki bárhol, bármikor felemelti a zászlóját. Bárhol, bármikor felemelni a zászlónkat, ez már nagy szó a mai világban. József pedig győzelmei során számtalan helyén a világnak megtette ezt. Mónus József a fehér farkas eredményeiért 2016-ban megkapta a Magyar Aranyérdemkereszt kitüntetést Áder Jánostól. A megszállotta klubjának tagja, ahova olyan sportemberek tartoznak, akikben elkötelezettség lakozik. Az ügy, amit képviselnek, a hétköznapi érdekek fölé emelkedik. Hit és elkötelezettség együtt munkál bennük. A sportember szerint a múlt nem egy lezárt és tőlünk független időség, hanem organikus része a ma élő ember életének és még a jövőjének is. És a múltnak és a mának az összege adja a jövőnket, hogy leszünk még nemzet, leszünk még magyarok a jövőben, vagy nem. Éppen ahogy az ősök szelleme is itt van velünk. Ez a keleti nép, ez mindenki íjjal, íjfeszítő név volt, ezért mindenképpen ott van a szívünkben. Mi magyarnak születtünk. És ez a jogcím. A magyar zászló jogcíme, a magyar őségnek az emlékét, ezt tovább kell vinni. Ezek a nyilvesszők, ezek a kilőtt nyilvesszők semmi másért nem szólnak. A békér, a múlt tiszteletér, de leginkább a gyermekünk jövőjér. Amúgy hangsúlyoznám, azért mi harcosok vagyunk. Most békében élünk, de harcosok vagyunk. Az alázatos munkát elvégző IASZ szerint a győzelemhez a sok gyakorláson túl a jó Isten ereje is szükséges, anélkül nem sikerülhet. Az Árpád-korban ez a terület rendkívül lakott volt.
Ugye egy pár hónappal ezelőtt pont Lajossal voltunk, találtak itt pont a hagyonás határában három lovas harcost, a sírhelyét. Gyakorlatilag íjjal, nyillal, lóval voltak eltemetkezve. Ezek az íjak hogy készülnek? Miből vannak? Valamikor, hogyha a múlt világába megyünk, akkor például ez egy hun birodalom az Attila idejében használatos íjnak egy változata, ami arról szól, hogy ez most készült, nem olyan régen készült, viszont ugyanolyan anyagúban, mint amit akkor a harcosaink használtak. Ezek az íjak a reflexíjak, vagy más néven visszacsapó íjak. Azért így belegondol az ember, mekkora okosság volt, és mennyire ügyesek voltak az őseink, hogy egy természetes anyagokból ilyen csodálatos dolgot, mint az íjat ki tudtak alakítani, és olyan anyagokat használtak fel, amik körülöttük voltak, és mennyire jól működött ez az egész évszázadokon, évezredeken keresztül, és milyen szépen fejlődött az egész. Középen egy falmag van, elől itt egy nagy húzó feszültség ébred az íjba, ezt kitaláltak az akkori mesterek, hogy a szarvasnak a lábszárinából szétkalapálják és ráragasztják, akkor egy húzásra alkalmas felületet fognak kapni. A különböző rétegeket enyvel ragasztották össze, utána pedig a festés és a lakkozás következett. A festése az íjaknak pedig nagyon fontos és személyre szóló üzeneteket hordoz. A harcos ezekből a belső oldalon lévő üzenetekből merít erőt. Én világversenyeken, hiszen az Egyesült Államokban is, hogy versenyeztem, ott 25 íj típus van. A legmodernebb íjakkal is világelsőséget szerették évről évre elérni. Tehát ez egy Robin Hood íj nevezzük, amikor szinte egy fából vagy két fából, ez történetesen két fából van ragasztva. Tehát talán ez a botíjaktól a csúcsíjakig minden területen a zászlóér íjjal a kezünkbe egy kilőtt nyilvesszővel boldogságot akarunk hozni a múlt tiszteletére. Ennek az íjnak a lőtávja amúgy 378 métert lőttek, egy Angliában nagyon sokat lövik, ez a szent fegyverük, 378 métert lőttek egy 178 fontos íjjal, és én ezt a... 378 métert, 100 sok fonttal, 365 métert lőttem én az 50 fontos íjammal, úgyhogy vannak jelen itt a videóban barátaim, akik többet lőttek, mint 400 méter 50 fonttal. A világrekordot 412-től lőttem, tehát nincsen mer a... Az angolokat is a saját fegyverükkel megverte József. Ez igen, ez a performance. A világon, aki 412-re tud egy ilyen íjjal lőni. A font az erősségét takarja, 120 fontos íjhoz 60 kilóhoz tartozó erő szükséges, hogy meg lehessen feszíteni az ideget. Ez egy hunkorabeli íj, ugyanolyan természetes anyagokból áll, mint hajdanán. És íme a famag, amiből lesz egy csodás hajlított varázspálca, mert az íj olyan halkan dolgozik, hogy mikor meghalljuk a kilőtt nyíl magas frekvenciájú visító hangját, akkor már nincs menekvés. Esetleg a lópaták dobogása fedheti csak fel az ellenség kilétét. Halk és újra használható, legalábbis ott, ahol győzelemre viszik a csatát. Pusztán a természetben is megtalálható anyagokból áll, tehát a legfenntarthatóbb és súlyra is a legkönnyebb eszköze volt a harctérnek. És így kell egy íjat felajzani. Eleink ezt lóháton is tudták produkálni, de harci helyzetben akár pajzs alól védekezve is fel tudták ajzani íjaikat. Nagyon ügyesek voltak az őseink, minden esetre. Szél 200-on! Feszíts! Lőj! Gyalogosan tartogat kihívásokat a nyilvesszők felkutatása, már repülés közben szem elől téveszti őket az ember, tehát az ellenfél számára sem látható, csak a becsapódáskor érzékelheti először. De eleinket kizárólag lovon láthattuk nyilvesszővel a tegezben. 2, 5, 4, 20, igen, az a 16, 17, 2, 4, 8. A végén laikusként a riporter is kipróbálhatta, de nem hagyta József, hogy az íjat egyedül fogjam. Ez is mutatja, hogy mekkorát kép. Fogni azt engedte, csak nem engedte, hogy egyedül húzza ki, mert nem is tudta volna szegény kihúzni. Az az igazság, hogy ezek kemény férfias fegyverek, főleg egy bizonyos fonterő után, habár Monusné 80 fontos íjakkal is lőtt, ha jól tudom.
képes rántani, ez a valóban grammokban számolható könnyűségű eszköz. Úgynevezett idegbe kapcsolódik a nyélvessző vége, ahonnan a tartókezet sem egyszerű kihúzni. Kis segítséggel ugyan, de sikerült a lövés, már csak a felkutatása van hátra. Minden esetre gratulálunk József neked, büszkék vagyunk rád. Remélem, hogy sok magyar íjásztól kapunk ugyanilyen pozitív élményt, hogy verik a világot, és verjük szét a világot, mert a világ legjobb íjászai a magyarok, és nem csak a legjobb íjászai, focistái, és mindenhol a legjobbak leszünk. Hajrá Magyarország! Magyarország az első, a magyarok az elsők. Ria-ria Hungária! Ha tetszett a videó és kíváncsi vagy több ilyen típusú tartalomra, akkor iratkozz fel, adhatsz egy szép lájkot, és miután megkaptam a lájkot, a csengőre is kattintsál, hogy értesítést kapja az új videókról. A viszontlátásra, sziasztok!